Az egymást követő hatodik évben ért el árbevételi rekordot a Szerencsejáték ZRT. Tavaly 350 milliárd forint folyt be a játékszervező kasszájába. Jól teljesített a bookmakeri sportfogadás, és nőtt az érdeklődés a számsorsjátékok és a sorsjegyek iránt is. Ötös lottóból egy-egy héten 3,5 millió szelvényt is eladnak. A szerencsejátékban elért rekord bevétel részben annak köszönhető, hogy befejeződött az értékesítési rendszer átalakítása, ami nem csak technikai korszerűsítéseket, de új játék lehetőségeket is hozott a szerencsét próbálók számára. Ezek mellett a megújult, több ezresre nőtt sportfogadási kínálat, az élő sportfogadás lehetősége, valamint a nemzetközi szervezésű Eurojackpot lottó hozott még több érdeklődőt a tavalyi évben. 2007-ben indítottuk el a felelős játékszervezői tevékenységünket, akkor voltunk házigazdái a European Lotteries, az Európai Lottótársaságok Szövetségének ilyen témájú kongresszusának, és azóta is a nemzetközi szervezet felelős játékszervezési szabványai szerint működünk. Ez azt jelenti például, hogy 18 év alattiak számára szerencsejátékot nem értékesítünk, a kiskorúakat reklámtevékenységünkkel nem célozzuk meg, nagyon szigorú reklámetikai kódexünk van, és amikor a reklámfilmjeinket készítjük, akkor az önszabályozó reklámtestülettel mindig egyeztetünk, hogy semmiképpen se szegjük meg ezt a szabályt. A játékfejlesztéseink során pedig előzetesen egy speciális szoftverrel minősítjük kockázati szempontból a megújuló termékeinket, illetve fokozott figyelmet fordítunk a játékfüggőség kockázatainak ismertetésére is, a szenvedélybetegség megelőzésére és kezelésére is fokozott figyelmet fordítunk. Jánoska Andrea hozzátette, az értékesítési helyeken információs kiadványok, valamint egy segélyvonal is elérhető a szenvedélybetegek számára. Dr. Móraja Csaba, addiktológus, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pszichiátriai szakfőorvos a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt a játékszenvedélyről kezdenénk beszélni, tegyünk különbséget játék és szerencsejáték között. A játék nagyon fontos része az életünknek. Szoktam mondani, hogy nagyon fontos az életet, tudjuk-e úgy élni, hogy az nem egy társas görcsölés, hanem egy társas játék. Hogy tudjuk azokat a szabályokat, tudjuk tisztelni egymást, és azokat az örömöket meg tudjuk közösen élni, amit az élet ad. Ezért a játék az egy nagyon fontos része. A szerencsejáték meg tudja adni ezt a fajta örömöt? Minden játéknak van tétje. Valahol az is jó érzés nyilván, hogy nyerek, de a szerencsejátékok esetében ott más a tét. Ott nem is azt mondanám, hogy a létatét, de nagyon gyakran olyan szintű anyagi csapdába esnek a játékosok, hogy egy idő után valóban a létük a tét, mert egy olyan spirálba kerülnek be, ami jól megfogható, és gyakorlatilag egymásra épülő lépésekből áll. Hozzátehetjük, hogy ez ugyanolyan addikció, mint akár az alkohol. Hogyha úgy nézzük, akkor alapvetően az addikciók, tehát a hozzászokásos kórképek esetében ez a biokémiai háttér az ugyanaz. Addikcióban ismerünk kémia addikciókat, amelyeket nagyon jól ismernek a nézők, hiszen az alkohol, a nikotin, a különböző kábítószerek, azok a kémia addikciók, de akár a csokoládé is ebbe sorolható, ha egy bizonyos szintet túlép. A viselkedési addikciók biokémiai szinten az agy működését tekintve azonos mechanizmusra épülnek, azonban itt a viselkedés adja azt a fajta örömet, ami átveszi a kontrollt, igazából nem is az a kontrollt, hanem az uralmat a mindennapi tevékenységek fölött. Mitől függ az, hogy valaki belecsúszik egy ilyen függőségi állapotba, vagy helyén tudja kezelni azt, hogy most nyertem, vagy nem nyertem? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően valamennyiünkben van egy ingerkereső magatartás. Gondoljunk csak arra, milyen szívesen sétálnak a hölgyek a kirakatokat nézegetve. De az átmehet egy inger halmozó magatartásba is már, és amikor az inger kereső, inger halmozó magatartás az impulzus kontroll zavarral társul, pontosabban egy kockázat értékelési zavarral, akkor beszélünk arról, hogy átcsap ez a fajta viselkedés egy olyan folyamatba, amikor hiába értem, hogy ez óriási kockázat, valahol Ovidius mondta azt, hogy más mond az ész, és más mond az agy. És innentől kezdve, illetve más mond a vágyunk. Tehát az ész és a vágy összeütközik, és a vágy kerül ki győztesen.
Hol van az a pont, amikor már ez betegségnek tekinthető? Mik azok a jelek, amire figyelni kell, akár a környezetnek? Kezdetben, amikor még csak egy olyan folyamat van, egy olyan helyzet, hogy pici örömet érez az illető, mondjuk úgy, hogy ez az első fázis, ez a pozitív benyomás alakul ki. Úgy várom, hogy nagyon jó lenne olyanná válni. És akkor egy kisebb téttel indul el a folyamat. A második lépésben ott már egy olyan fajta vesztességek is vannak, de kockázat értékelés nem helyes, amikor már többet tesz rá, és elindul egy spirál, elindul egy anyagi spirál, és a harmadik az kifejezetten már a lecsúszás időszaka, amikor a környezet is észlelheti már, hogy elkerül az illető bizonyos helyzeteket. Már a második fázisban is egyébként egy olyan fajta viselkedés indul meg, amikor egyfajta feszültség, egyfajta depresszív állapot alakul ki, és a harmadik fázis pedig kifejezetten már az elkerülő magatartás, nem szívesen jár be, nem szívesen találkozik, akkor már nagyon sok hitelező is bejön a képbe, és ilyenkor gyakorlatilag egy magányos, elkülönült harcos, azzal a biztos szisztémával egyébként, ami jellemző egyébként a játékszenvedélyesekre. Nem könnyű ezeknek a kezelése, ezeknek a típusú betegségeknek, mégis mi adhat reményt egy családnak, hiszen itt általában nem csak egy érintetről van szó, hanem az egész környezetről. Igen, ha a játékszenvedélyeket tekintjük, akkor azt mondjuk, hogy körülbelül 1-3% maga az, aki ebbe szenved. De nyilván a populáció nem csak ennyi érinti, hiszen nekik vannak gyerekeik, feleségek, család, és ez egy nagyobb közeg. Valahol az addikció az a boldogságra törekvésnek a patológiás megnyilvánulása. Boldog szeretne lenni, csak nem sikerül, nem tud, nem tudja azokat a pontokat, ugye ha egy közös pontot nézünk, az endorfin, az a hormon, ami a boldogsághormon. Azt annyi mindennel el lehet érni egyébként, csak az ilyen típusú játékszenvedélyesnek, hogyha megnézzük a spektrumát, az életének a szokásrendszerét, akkor gyakorlatilag, ha egy élettérképet készítünk, akkor nagyon gyakran kiderül, hogy a szokásai azok rendkívül beszűkültek, és ezért csak egy-egy öröm adó szokás van, és arra tesz föl mindent, csak az már nem ad örömöt. És ezért nincs az a kontroll, nincs az a megállás, ami egyébként kellene. A család nagyon sokat tud segíteni egyébként a spektrum bővítésében. A terápia is erről szól, mert hogyha nem találunk olyan megfogható, kézzelfogható célokat, akkor gyakorlatilag képtelenség kivezetni, hiszen ez olyan, mint amikor egy kisgyerek szájából kivesszük a cumit, és elkezd sírni. Kell valami, amit beteszünk helyette, ami utána segít. Hát nyilván itt nem cumiról van szó, de olyan tevékenységről, folyamatokról és olyan célokról, aminek mentén közösen el tudunk indulni. Létezik olyan személyiségtípus, aki hajlamos ezekre az addikciókra, és ha igen, akkor hogyan tudjuk akár a gyereknevelés folyamán ezt megelőzni? Igen. Nagyon érdekes az, hogy pont az a fajta személyiségtípus, kialakul egyfajta nagyon komoly, sikeres háttér. Tehát a kontroll, a mindenhatóság, hogy én meg tudom ezt is csinálni. Képes vagyok kontrollálni a folyamatokat. És megmutatom azt, hogy ezt is képes vagyok kontrollálni. Az addikciós kórképek az általában spektrumon mennek át. Nagyon gyakran előfordul az, hogy sikeres előélet volt, akár csak sikeres előélet például a sport területén. Egy sikeres előélet volt bizonyos szempontból akár a emberi kapcsolatok területén, akár oktatás, tanulás területén. És ez a fajta mindenhatóság, hogy én erre is képes vagyok, ez átmegy ebbe a folyamatba, és aztán az élet megmutatja, hogy nem biztos, hogy mindent tud uralni. Tehát ez a fajta személyiségtípus. Aztán van egy másik típus, amikor kifejezetten egyfajta depresszív, ilyen önsorsrontó személyiségről van szó, aki önmaga ellen, mint egy autoagresszió nyilvánul meg, és ez pedig inkább a depresszív forma. Ez a két véglet az, aki könnyebben és előre jobban megjósolhatóan csúszik bele a játékszenvedélybe. Illetve hát maga a dependencia, ami a személyiség típusban is megjelenhet. Így van. A dependens személyek, akik igazából így szoktam mondani, hogy nem tudnak derékszöget bezárni az élettel, a talajjal, és ezért önmaguk nem tudnak megállni, és szükség van valami támasztékra. És ilyen esetekben sokkal könnyebb ez a kockázat, sokkal hamarabb kialakul. Dr. Móriá Csaba, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.